Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Már megkezdődtek a titkos éjszakák, a jó szellemek éjszakái. A mai napon, január 1-én a 8. éjszakánál tartunk. És ahogy január 1-ét átéled, pontosan ezeket az eseményeket, találkozásokat, vagy ezt a hangulatot automatikusan átviszed augusztus hónapra. Ezen az éjszakán tartok egy szertartást, ami szerencsét hoz augusztus hónapban. Azon kívül vannak bizonyos témák, hogy te állj a középpontban, hogy légy magabiztos, hogy megkapd az elismerést, hogy sikereid legyenek minden életterületen. Ennek a szertartásnak van gyógyító ereje is, kihat a szívbetegségekre, vagy a vérrendszeri témákra. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, milyen témánkról van szó, hogyan alakulnak a dolgok, mi várható augusztusig. Itt látható, hogy valaki megbántott téged. Ez nehézségeket okozott számodra. Sőt, itt láthatóak a korlátozások is. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy valaki ilyen szándékkal közeledik hozzád, és meg akar bántani téged. Ezek itt a problémák és nehézségek. Ez a torony nem csak a korlátozásokra utal, hanem lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy. Itt is vitákról, veszekedésekről, problémákról van szó. Figyelj oda az eseményekre, és láss át a dolgokon. Tedd át magadat ezen a helyzeten. Ne a problémákkal foglalkozz. Ne ezzel a személlyel foglalkozz, aki megbántott, vagy meg akar bántani téged, hanem itt látható a lilium, ez utal a te ártatlanságodra, vagy arra, hogy tisztázni tudod a helyzetet. Itt látható ez a sátor és a tűz eleme. Itt szintén egy gyógyító erőről, egy tisztító erőről van szó. Tisztázódni fog a helyzet. És ami a jövőt illeti, itt látható, hogy vannak ötletek, tervek nálad, ami megvalósítható. Előre mennek a dolgok, itt is ez a mozgás érezhető. Ami fontos, hogy figyelj oda a belső hangodra, erre a forrásra ügyelj. Ez az intuíciód, vagy az inspiráció, és ez egy hangban van ezzel az isteni erővel. Tehát megvan az isteni segítség, megvan ez a forrás, megvan a tehetséged, a tervek, az ötletek, az ártatlanságok, megvannak a lehetőségek is. Lehet, hogy valaki irigy rád, ezért próbál téged akadályozni abban, hogy sikereid legyenek. Itt vannak még kihívások, de ne figyelj oda ezekre a dolgokra, vagy zárd le ezt a kapcsolatot, mert az a fontos, hogy te tudd megvalósítani a saját terveidet, és sikereid lesznek. Ez a személy, aki megpróbál téged akadályozni, vagy megpróbál téged megbántani. Itt vannak kihívások. Nem tudja ezt elérni, hiszen sikereid vannak. De azért nézz oda ezekre a nehézségekre is.
Néz így a fátyol mögé, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzád. És én kívánok neked egy boldog új esztendőt, minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!